Külszegi polgárokba írtunk egy szöveget, és most ugye abban a sajátos helyzetben vagyok, hogy téged foglak kérdezni, mint szerzőtársad, hogy ugye az alapszöveg a tiéd volt, a te ötleted volt, hogy erről érdemes írni előre a regényről, a Diák Század becsületéről van szó, Kőszeg Imrének egy történelmi regényéről, ami a Kőszegen játszódik. Ugye létszeres azt mondd először, hogy miért esett erre a választás? Hát a dolognak több oka is van. Alapvetően ez nekem egy gyerekkori kedvenc olvasmányom volt ez a regény, tehát innen indul ez az abszolút szubjektív. Aztán amikor elkezdtem foglalkozni Kőszeg történelmi múltjával, történelmi irodalmi múltjával, akkor akadtam bele újra Kőszeg Imrébe. Kőszeg Imre szerzőként is izgalmas, manapság nem nagyon emlegetik őt. Roppant termékeny volt, és láthatóan az volt az ambíciója, hogy regényekké írja Kőszeg történelmét, mert hogy a város alapítástól egészen a 20. század 50-es éveig ír regényeket a szépen sorba. Ebben benne van, ahogy mondtam, a város alapítás, feltűnik benne Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsai az egyik regényben. Feltűnik Faludi Ferenc és Rájnis József a Jezsuiták végnapjai című regényben. Aztán a sorba szépen illeszkedik a Diák Század becsülete. Újra olvastam regényt, aztán akkor izgalmasnak tűnt, hogy immáron kőszegiként nagyon sok minden ismerős volt. Tehát megvannak a helyszínek, egészen pontos a topográfia, ugyanúgy, ahogy Ottlik iskola határon című regényében. Viszont Kőszeg helyett Vasszeget olvasunk, a szomszédos Szombathely helyett Szerdahelyet olvasunk, és hát elkezdett izgatni, hogy vajon még mi minden van itt benne megmásított néven. Szerinted miért van az, hogy most, hogy így mondod, beugrott, hogy az Ottlik is rejtőzködik egy kicsit a helyszín tekintetében, és Kristófágotta is? Tehát, Ottliknál sejtek magyarázatot, tehát Ottlik számára igazándiból, ugye ezt sokan mondták már az iskoláról, mert az iskola határról, hogy világmodell szerintem. Éppen ezért aztán a pontos helyszínek kevésbé jelentősek. És gondolod, hogy Jágotánál is Kristófágotta? Szerintem igen. Tehát a Nagyfüzetben is ez lehet a helyzet, hogy kellett egy helyszín, kellett egy kisváros, ahol lehet játszatni a cselekményt. Na, ehhez képest Kőszeg Imre, ő nagyon-nagyon tűpontosan ábrázolja a várost. Kérésemre Söpte Imre főlevéltáros úr volt ilyen szíves, és elolvasta a regényt, és egyenként azonosította a regény szereplőit. Tehát torzított néven 1918-19 éveinek a városi társadalma az ott van. Az egyik legkedvesebb a regényben feltűnik Őshegyi rendőrkapitány, ő Kőszeg Imre édesapja, Kőszeg József, vagy a mai gimnázium épületet építő Bárdos Remig igazgató, aki bordásszevérként jelenik meg a műben. Úgyhogy borzasztó izgalmas volt így is elolvasni, hogy amellett, hogy egy kedves kamaszos történet, emellett egy nagyon-nagyon pontos rajzot ad a kor városi életéről. Miközben egy kedves kamaszos történet, amely nyilván szerelmi, diák szerelem van, ilyen, ezért is ugye Rómaios Júlia a címe, de hát ezért egy nagyon nehéz korszakban játszódik, egy kritikus történelmi ponton, 1919-ben. Igen, végül is a regénynek egy elég erős szólama is ez, tehát ez a 18-19-nek a munkásmozgalmi szervezkedései. Gyanítom, ezért sem emlegették túl sokat ezt a regényt a közelmúltban, miközben meggyőződésem, hogy ez nem erről szól. Tehát ez egy olyan kor, ez a kőszívű ember fiainak a lélekcserélő idők kifejezése jut eszembe. Tehát ez egy olyan kor, amikor sokkal erőteljesebben látszanak bizonyos társadalmi jelenségek, főleg egy 16 éves éppen öntudatra ébredő kis kamaszfiúnál, akinek szembesülnie kell azzal, hogy igenis van az úgynevezett úri réteg, aztán vannak ők a polgári réteg, az édesapja számvevő
a Városházán Kőszegen, aztán meg van a falu, tehát van a paraszti világ, és az egyes rétegek között pedig szinte áthidalhatatlan szakadékok tapasztalhatók. És hát a regény folyamán ennek a Wölfel Jancsinak ezzel kell valamit kezdeni, hogy őt igenis kinézik az úri körökből, és nem mehet el adott esetben egy rendezvényre. Viszont amikor barátkozni akar az iskolatársával, aki egy parasztfiú, Lajosfalváról, Unterleisdorf jelenleg Ausztriában, akkor ez a fiú is tartózkodik, és szinte eltaszítja őt, mert hogy nincs közük egymáshoz, nem tudnak miről beszélni. Úgyhogy én ezt gondolnám inkább, hogy tényleg ez a kor ebből a szempontból egy izgalmas kor, hogy valahogy sok minden sokkal erősebben látszik. Kőszegi Imreiről keveset tudunk. Van annak jelentősége, hogy ő ezt éppen 56-ban... Nem hiszem, hogy volna. Ami elgondolkodtató az ő esetében, hogy ő egy kőszegi polgárcsaládból származik, mint ahogy az édesapjával utaltunk is erre. Aztán később a kommunista, szocialista időszakban lapszerkesztő és dolgozik. Tehát inkább azért elgondolkoztató számomra a szerző és a mű kapcsán, hogy ebben a Wölfel Jancsiban mennyire kell belelátni őt, saját magát. Tehát az ő dilemmáit, amik akár a gyermekkori dilemmák voltak, vagy akár az 50-es évek dilemmái lehettek, tehát szerintem ennyiben olvasható össze a szerzővel a mű. Szerinted van még ma olyan gyerek, aki ezt szívesen olvassa? Tehát üzen ma valamit a mostani generáció? Hát egy kedves kollégámmal most erősen gondolkodunk az, hogy kipróbáljuk, hogy odaadjuk középiskolásoknak, illetve ő azt mondta, hogy általános iskolásoknak is, hogy mit szólnak hozzá. Ehhez a regényhez is, meg a többihez is, mert hogy meggyőződésem, hogy Kőszeg Imre egy jól olvasható, kiváló író. Ifjúsági íróként tartották őt számon elsősorban, úgyhogy valóban érdekes lenne, hogy mit szól hozzá az ifjúság. Hát akkor remélem, hogy a kísérlet eredményéről majd még tudom beszélgetni. Köszönöm szépen.